Akkor megint tanítok nektek valamit. Ez egy új kilométeróra spirál házastól. És ugye, az után gyártott, az mindig ciceg. Na most akkor kihúzzátok a spirált, öntötök bele olajat. És nagyon szépen addig kell így húzogatni, meg így pörgetni, amíg Lent meg nem cseppen az olaj. Amint megcseppent az olaj, készen van a művelet, de egyébként ez így magától is lemegy, ha látjátok. Tehát már így akkor tökéletes az olajozása. És nem fog cikcegni. Ciccegni! Na, majd csak kimondom. Tehát, ez is ilyen kis opelos trükk, mert Megvan ez valamelyest olajozva, ez a, ez a spirál, de az lófasz és esti fény, és érdekesen ö, hajlik meg, tehát érdekesen is van befűzve, és egy helyen megtörik, ahogy gyárilag van befűzve, ö, a devander mögött. Hát próbáljátok meg, nem a fékcső ö, előtt, hanem mögött befűzni, és akkor nem törik meg, és valamiért párásodni szakadt ez a spirál, és azért olajozzuk meg, hogy ugye ez kényelmesen tudjon forogni, mert azért cicceg ugyanis, ja, és akkor még egy apróság, itt ezen a végén van egy kis gyűrű, azt vegyétek le a picsába. Az nem kell rá, és akkor Azért ciceg, mert ugye a, ez a spirál, ez egy ilyen rugalmas anyag, hozzáér ugye a száraz házhoz belülről, és elkezd ciripelni, cicegni, és elég zavaró tud lenni, tehát ezt így csináljátok meg, és mondom, elengeditek a saját súlyától szépen le fog csúszni, akkor már jó a manőver.